Sziasztok! Hógömböt rajzolok, tartsatok velem! Első lépésként rajzoljunk egy nagy kört, de úgy, hogy az alját ne kössétek össze. Ha ezzel megvagyunk, akkor összekötjük egy enyhén ívelt vonallal. Ezután, ahonnan a kört kezdtük, húzzunk egy ferde vonalat, és ugyanezt megismételjük a másik oldalt is. És ezeket is összekötjük egy ívelt vonallal. Kész is van maga a hógömb, most már csak bele kell rajzolnunk valamit. Én egy hóembert és egy fenyőfát fogok rajzolni. Kezdem is a hóemberrel, de előtte megrajzolom még a talajt. És folytatom a hóember fejével. Egy ilyen kicsit oválisabb formát rajzolok. Megrajzolom a sáját. Folytatom a kalapjával. És befejezem a sáját. Rojtokat rajzolok rá. És csíkokat. Folytatom a testével. Most jöhet a hóember arca. Répa orra. Mosolygó szája. Megrajzolom a kezeit is. Már csak a fenyőfa kell. Ezt egy kicsit feljebb kezdem. Egy lekerekített háromszöggel. Mind a két oldalát egy kicsit bekanyarítjuk, és összekötjük egy ívelt vonallal. Folytatjuk egy ferde vonallal mindkét oldalt, és ugyanezt a hullámos vonalakkal így összekötjük. És igazából ezt fogjuk most ismételni.
Rajzolok még egy kis fenyőfát is ide mellé. Én még kitisztítem itt a hógömbünk alsó részét, mondjuk hópelyhekkel. Rajzolunk először egy keresztet, azon belül még egyet, kisebbet. És meg is van a hópihe. Most ugyanezt lemásolom mind a két oldalára. Készen is vagyunk, színezzük ki! Készen is vagyunk, remélem jól éreztétek magatokat, és velem tartotok legközelebb is. Sziasztok!